Mondta a mérkőzés előtt is, hogy ezen a meccsen biztos, hogy extrára lesz szükség ahhoz, hogy pontot szerezzen a csapata, és megvolt ez az extra, de mi jelentette ma az extrát? Hát úgy gondolom, hogy csak a második félidőről tudunk beszélni, az első félidőben nem igazán játszottunk jól, de viszont nem adtuk fel 1-0 után, tehát ez volt benne az extra. Második félidőben sokkal bátrabban futballoztunk. Igaz, hogy volt helyzete az ellenfélnek, de azt gondolom, hogy megérdemeltük az egy pontot. Játékba is fölnőttünk a második félidőben Vidihez. Van hova fejlődnünk természetesen, de azért egy nagyon erős csapat ellen játszottunk. Én azt gondolom, hogy gratuláció a srácoknak. Egy picit visszakaptak most abból, ami az előző fordulóban nem jött össze. Ugye sok helyzet volt Kisvárdán, de abból végül nem lett pont. Itt meg a kitartásnak, az elszántságnak lett eredménye. Így van, tehát a futball ilyen. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mitől vagy eredményes, vagy nem eredményes, most a videóton mondhatja azt, hogy több helyzete volt, aztán nem nyertek. Hosszú távon remélem ez kiegyenlíti egymást. Mondta már a mérkőzés előtt is, hogy figyelni kell a védelmi megingásokra. Ebből egy akadt, abból gólt kaptak, viszont ezt követően elég stabil szervezet volt a csapat. Ezt a részt hogy látta? Igen, egy kicsit az első fél időben talán az én hibám is, hogy nem azt a taktikát játszottuk, amit kellett volna. A másodikban jobban működött. A második bajnoki mérkőzés is 1-1-es döntetlennel ért véget, és hasonló volt, mint az első. Megvoltak a helyzetek, de a győzelem nem jött össze. Miért? Hogy látta? Azért, mert a második mérkőzésen kaptunk pontrugásból gólt, ez csak koncentráció kérdése, és amíg mentalitásban és ezen a részen koncentrációban és hozzáállásban nem fogunk fejlődni, meg is nem növünk fel a feladathoz, addig nem fogjuk ezeket a mérkőzéseket megnyerni. Megvoltak a helyzeteink, ahogy ön is mondta, megnyert mérkőzés volt megint, és ezt a mérkőzést rá kellett volna rúgni a másikat, a harmadikat, és akkor belefért volna az, hogy kapunk egy gólt, meg voltak hozzá a helyzetek, és a mindenféleképpen való győzni akarás hiányzott ma a csapatból. És ezen hogy, meg mint lehet változtatni a jövőben? Ezen kell dolgoznunk, hogy ez újra megtanuljunk nyerni, hiszen megvannak a helyzetek, és nem szabad görcsössé válni, hanem ez a munka meg fogja hozni a gyümölcsét. Loik Négu nem lehetett itt ma a csapattal, neki jobbulást kívánunk innen is, viszont Alef és Fiola is le kellett, hogy jöjjön a pályáról a kényszerűségből. Mennyire nehezíti most meg a dolgát az, hogy ilyen nehezítő körülmények vannak? Ez a helyzet, ezzel kell zöldágra vergődnünk, és meg fogjuk oldani ezt a feladatot is. Aki a rendelkezésünkre áll, és olyan állapotban lesz a következő mérkőzésen, meg fogjuk találni azt a 11-et, aki nyerni fog tudni a jövő hétvégén. Összességében mennyire volt elégedett a játékosainak a hozzáállásával? Mert az érezhető volt, hogy támadni akarnak, meg volt a lendület, és a kispadról is ez az erő érkezett, de ahogy ön is említette, volt egy koncentrációs kihagyás. Nem, mert őszintén megmondom, hogy kontrolláltuk a mérkőzést, kezünkben volt a mérkőzés, megvoltak a helyzeteink is, azonban a végső átütő erő az egy kicsit görcsös, és ezen kell dolgoznunk, hogy a befejezéseknél góra tudjuk váltani a helyzeteinket és a fölényünket. Köszönöm, sok sikert hozzá. Gratulálok, a szezonbeli második gólod döntetlent jelent a Fehérvár ellen. Mik az első szavak, mik az első gondolatok ezután, a mérkőzés után? Hát egy nagyon jó minőségi játékosokból álló csapat ellen játszottunk, úgyhogy mindenképpen örülni kell az egy pontnak is. Hát az első fél idővel nem vagyunk túl elégedettek, nem úgy kezdtünk, ahogy szerettünk volna, viszont a második fél időben egész jól játszottunk, úgyhogy azt hiszem megérdemeltünk egy pontot. És mit beszéltetek meg a folytatásra, mert azért az érződött, hogy egyre inkább jönnek a lehetőségek, valamennyire benne volt a meccsben, hogy jön az egyenlítés is. Igen, a második fél időben váltottunk is, igazából egy csatára átálltunk, és így jobban működött a védekezés is, és a támadás is azt gondolom, hogy jobban működött, több helyzetünk is volt, azt hiszem emiatt lehetett. És összességében a csapat szervezettsége az mennyire ígéretes? A második fél idő az volt a jó, igazából az elsőt el kell felejteni, készülünk a következő mérkőzésre, és szeretnénk az első győzelmet megszerezni már. Akkor erre kell építkezni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Gratulálok a debütáláshoz. Lendületesen szálltál be, és láttam rajtad azóta, hogy nem tudsz csak ezzel foglalkozni értelemszerűen. Vegyes érzéseid vannak, te is mondtad. De mégis kezdjük ezzel. Mik voltak az első gondolatok? Milyenek voltak az első percek a számodra?
Hát nagyon örültem, hogy bizalmat kaptam a mestertől, és próbáltam a bemelegítés alatt felkészíteni magamat minden szituációra, mindent próbáltam végigfutni a futtatni a fejemben, hogy mi jöhet a meccsen, vagy mire kell számítanom, mindent próbáltam észbe tartani, és próbáltam a legjobbamat hozni. Milyen intelmekkel küldött pályára a mester? Ugye egyszerűen játszak, és hát mi az első meccs, ne izguljam túl a dolgot, mert nem kell. És ez sikerült? Nem izgultad túl? Hát úgy érzem, hogy igen. Igen. Hogy érezted a csapatjátékát belülről a vége felé? Hát úgy éreztem, hogy nyomtunk, volt egy-két helyzetünk is, el tudtuk volna dönteni szerintem a mérkőzés, de nem sikerült, úgyhogy sajnos az így alakult most. Milyen a hangulat azóta? Váltottatok már pár szót a játékosokkal, azt láttam, illetve egy picit hasonló volt az előző bajnokihoz is. A helyzetek megvannak, de a gólok nem jöttek belőle. Igen, igen. Zalaegerszegen is ez volt, hogy megvoltak a helyzeteink, sajnos nem tudtuk kihasználni az ígyszereket, vagy azokat a helyzeteket, amiket kellett volna. Most is ez volt itt a végén, hogy volt egy-két zicserünk, vagy helyzetünk, ha belőjük, akkor úgy érzem, hogy eldöntöttük a meccset akár 2-1, 3-1, de sajnos sem sikerült, úgyhogy így mindenki hát nem jó szájízzel távozott a pályáról, úgy gondolom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gratulálok.